Ramada. Óriási védés Vargától, Harnis pedig érkezik és megszerzi a vezetést a Rába Etónak. A 9. percben Harnis Ákos góljával szerzett vezetést az Eto hétfőn este, és még ugyanebben a minutumban a portugál Ramada növelte 2-re a zöldfehérek előnyét. Belekezdett az Eto, ám nem így folytatódott a meccs. A 12. minutumban ugyanis egy vétlen ütközést követően a játékvezetők kiállították a világválogatott kapust Balázs Zoltánt, és ha nem is ebből a szituációból, de nem sokkal később gólt kaptak a hazaiak. Sőt, a 16. percben Vas találata már az egyenlítést jelentette, és kezdődhetett minden előről. Kezdődött is, mert kevéssel az első félidő vége előtt a brazil Fábio újra megszerezte a vezetést együttesének. 3-2-vel fordultak a felek, és 2 percnyi játék után egy káprázatos támadás végén Ali növelte duplájára a zöldfehér fort. Ali, Ramada, gyönyörű játék! Micsoda játék! Aztán a portugál Ramada növelte szép találata a góljai számát 2-re. Kisvártatva Fábio Aguiar zsebkendőnyi területről tudott duplázni, és már 6-2-re vezetett Marco Angulo együttese. A 7. és a 8. találatot megint a portugál Ramada jegyezte, akinek ez volt élete második 4 gólos meccse az Etóban. Az első félidőben rengeteg helyzetet elpuskáztunk, mondja Ramada. 3-2-vel fordultunk, és a második félidőre úgy jöttünk ki, hogy jobban kell koncentrálnunk és gólokat kell rúgnunk. 2 perc alatt aztán 3-at sikerült, ezzel eldőlt a meccs. Ramada góljai után a másik oldalon ugyan Bakai szépített, de a meccs utolsó percében Drót Zoltán is beköszönt, majd egy meglehetősen szerencsés találattal a fiatal Bárdosi Hunor is feliratkozott a gólszerzők közé. Így alakult ki a 10-3-as kiütéses végeredmény. A zöldfehéreknek ez volt az 5. olyan meccsük az alapszakaszban, ahol 10-et tudtak rúgni.